Jó reggelt, előbb kisilabizáltuk Vadai Ágnessel, ma reggeli első vendégünkkel, hogy 20-a van, és ráadásul kedd, ha esetleg önök nem tudták, de szerintem jobban tudták nálam. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt írja a Népszabadság, hogy ketyeg a Simicska bomba. Bomba ez, vagy csak egy kis harc egy cég tulajdon jogáért? Az ügy sokkal többről szól, mint a TV2 tulajdonnal, vagy éppen a Simicska Lajos cégé által bérelt földek újraértékesítése, ugye ott náluk kezdik ugye az állami földek árverését. Ez egy jelenség, én azt gondolom, ez az egész háborúskodás. Ma Magyarország kormányának lépéseit nagyon sok esetben az irányítja, hogy éppen ki az aktuális ellenség. Azt mondja, hogy ott kezd, bocsánat, én megakadtam az első mondatnál, hogy a Simicska földeknél kezdik a földárverést. Tehát ez kijelenthető, hogy az az első cölöplevelés? Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent hírek szerint, én nem vagyok ott, hogy én részt vegyek ezeken az árveréseken, de a Simicska Lajos birodalmánál, ahogy szokták mondani, kezdik a földárveréseket. De azon gondolkozom, ez mennyire piti? A hatalom részéről mennyire piti? Hát hiszen, hogyha ki akarom én ezeket a földeket, úgyis odaérek, de én demonstratív módon megmutatom. De azért mondom, hogy ez többről szól, mint akár a TV2, akár a földárverés. Ez a maffia állam működésének egy tipikus, hogy mondjam, leírata. Mindig a hatalom aktuálisan megmutatja, hogy na, ő milyen erős, mekkora hatalma van, és nem számít, hogy az illető mindig is ellenség volt, vagy barátból lett ellenség, amely már belefér látható módon az ilyen pitiáner lépés is, mint ez a földárveréses dolog. Az nagy baj, bocsánat, az nagyon nagy baj, hogyha egy kormányzatot a törvényalkotásba, az intézkedésekbe az ilyen nagyon személyes jellegű dolgok irányítanak, mert akkor nyilván nem az ország sorsa az, ami számít a kormánynak, hanem sokkal inkább az, hogy az ellenségekkel, a vélt vagy valós politikai vagy emberi ellenségekkel leszámoljanak, abból pedig sose szokott jó ország épülni. Mert hát ez egy határ átlépése, én azt gondolom, egyre alacsonyabb szinten is megengedhetővé válnak a személyes bosszok, hogyha ilyen magas szinten látványosan. De 2010 óta nagyjából ez jellemzi az Orbán kormányt, minden egyes lépését ez hatott át. Most annyi a különbség, hogy egy korábbi, hosszú ideig barátnak tartott gazdasági vállalkozó vált totális ellenségé. Tehát már nem ellenfélé, akivel harcolni kell, hanem ellenségé, akit meg kell semmisíteni. És ennek az a következő, mint ön is mondta, hogy valóban akár az államigazgatás alacsonyabb szintjein is, és szerintem a mindennapi életben is ezt lehet tapasztalni, hogy aki egy icipici hatalmat kapott ebben a kurzusban, az azt érzi, hogy neki mindent lehet. Világgazdaság, reálhozam felcímmel állítja a lap, hogy bizonyítottak a magánkasszák, ugye a magánnyugdíjpénztárakról van szó, amelyek jeles hozamot hoztak az elmúlt időszakban, hát szemben azzal, amit korábban állított a kormányzat, hogy a magánnyugdíjpénztárak a pénztemetői. De ezt mindig is tudtuk, hogy így van. A magánnyugdíjpénztári befektetés az egy hosszú távú befektetés. A nyugdíjas évekre jellemzően ugye első munkába álláskor, vagy az ember fiatalabb korába kezd el befektetni, hogy befizetni a magánnyugdíjpénztárba, és ez hosszú évek alatt a ciklikusság miatt azért ez kiegyenlítődik. Nagyon ritkán fordul elő, és valóban nagyon rossz befektetés kell ahhoz, hogy ott hatalmas összegek tűnjenek el. Pontosan tudjuk, hogy 3000 milliárd forintra volt szüksége az Orbán kormánynak, lenyúlta azt a pénzt, ami ma nem fáj a választóknak, nem fáj a magyar állampolgároknak, mert ők azt virtuális pénznek tartották, ráadásul ugye hozamot az állam adófizetők pénzéből kifizett, meg kifizettette ugye a magánnyugdíjpénztárakkal, ez 15-20 év múlva fog komoly problémát okozni a nyugdíjrendszerben, mert ezt valakinek ki kell majd termelni. Tehát az elmúlt 5 évben elköltött 3000 milliárd, mert mindet elköltötték, az majd egy következő kormányoknak fog óriási fejtörést okozni. Nem is véletlen, hogy a magyar lakosság egy jelentős része nem bízik abba, hogy neki időskorára ellátása lesz, ami szerintem egy katasztrófa, mert egy országról sok mutató alapján lehet véleményt nyilvánítani, hiszen az egyik az, hogy hogyan bánik ő az idősebb polgáraival. Bukásra áll, az uniós kvótarendszer adja hírul a Magyar Idők. Hát nem utolsó sorban David Cameron tegnapi mondataira hivatkozhatnak, aki ugye azt mondta, hogy Európa határait valóban meg kell védeni, Orbán Viktor védje meg a saját álláspontját, de az kétségtelen, hogy az uniós kvótarendszer Európa temetője.
Nem értek egyet David Cameronnal, és nem értek egyet ebbe Orbán Viktorral se. A kvótarendszer az többről szól, mint hogy egyébként az Európába érkező menekültek szám szerinti elosztása. Az maga az európai szolidaritás. Akkor, amikor Európát összességébe éri ilyen nyomás, akkor kell egy közös megoldás. Egyébként ebben a kormány képviselő is a legutolsó Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén egyetértettek, hogy ebben az ügyben európai megoldás kell. Ez az európai megoldás, ez a kvótarendszer, és én azt gondolom, hogy aki nem érti meg, hogy ebben túl kell lépni a nemzeti, hogy mondjam, belső nemzeti kis posványán, és egy picit nagyobba kell gondolkodni, és szolidárisnak kell lenni, az veszélyezteti valóban Európát. És ez teljesen mindegy, hogy az illető a londoni parlamentben mondja, vagy az illető a budapesti parlamentben mondja. 2000 gyereket utasítottak el, a 3 évesnél fiatalabbak negyede él olyan településen, ahol nincs bölcsödei ellátás, ezt a Magyar Nemzet írja. Miközben ugye azt ígérte a kormányzat, hogy lesz elég bölcsöde, a kötelező óvodáztatás, mint egy előszobájaként. A kormány azt is ígérte, hogy egyébként a Magyarországon élő magyar gyerekeknek sokkal jobb lesz a sors. Ehhez képest azt lehet tapasztalni, hogy a magyar lakosság közel egyharmada szegény, és ennek az egyharmadnak a 43%-a gyerek. Hogy Magyarországon több százezer gyerek él szegénységbe, mély szegénységbe, és miközben az elfogadott költségvetésben nem igazán találhatók olyan tételek, amelyek abba az irányba mutatnának, hogy a kormány megpróbálja felszámolni ezt az most már akuttá vált problémát. Addig, hát a klasszikus, amit egyébként szerintem minden ellenzéki képviselő szokott mondani, hogy focira, stadionra és mindenféle ostobaságra, arra van pénz. Van pénz új minisztériumra, van pénz arra, hogy ott korlátlan számba vegyenek föl tanácsadókat, van pénz arra, hogy megszüntessék az állami vállalatoknál a kereseti plafont, ami eddig 2 millió volt, ami pofátlan volt, ezt hallgattuk 2010 után, hogy pofátlanul magas fizetéseket kerestek az állami cégeknél a vezetők. Erre most már akármennyit kereshetnek, és közben azt látjuk, hogy ha valaki kijön a budapesti minisztériumi irodájából, tehát venné magának a fáradtságot, akár a miniszterelnök, akár melyik minisztere is, és elmenne, nem is kell még, azt mondom, hogy a legtávolabbi vidéki településre, apró falvakba elmenni, a néhány budapesti kerületbe, hogy látná azt, hogy a gyerekek egy jelentős része milyen körülmények között él, akkor lehet, hogy egy picit átgondolná a költségvetését, és általában a kormányzati filozófiát. Ez az optimista változat azért. Hát nézze, mi így gondolkodunk, amikor mi fogunk kormányozni, mert mi fogunk kormányozni, ez egészen biztos, akkor ebben az irányba fogunk. Amikor kormányoztak, akkor ennek volt kézzelfogható nyoma? Abszolút, hát emlékezzünk arra, hogy az ingyenes étkeztetés programját, azt éppen a Gyurcsány kormány vezette be, hogy abban az időben mindig volt egyébként gyermekszegénység, tehát ezt nem lehet eltagadni, és nem lehet azt állítani, hogy nem volt, mert mindig volt. De hogy az összes adat, amit nem a központi statisztikai hivatal mért, hanem a nemzetközi szervezetek mértek, azt mutatták, hogy abban az időben sokkal, de sokkal jobbak voltak ezek az adatok. Az Orbán kormány megjelenése után, ahogy a stadionok száma exponenciálisan nőtt, úgy egyébként a mély szegénységben élő gyerekek száma szintén exponenciálisan nőtt. Hát ha ilyen egyszerű lenne a megoldás, akkor nem kell. A megoldás nagyon egyszerű, de fogni kell. Azért nem ennyi ez. De azt gondolom, fogni kell a költségvetést, és néhány tételt onnan átsorolni, mert például a terrorellátási központra évi 10 milliárd forintot költ ez az ország, miközben azon kívül, hogy pitbullokat kapnak el, meg prostitútára rohangálnak, meg néha ott a határ környékén megvernek újságírókat, effektíve én nem nagyon láttam még ennek a szervezetnek a hasznát. És ezt azután is tudom mondani, hogy zárt ülésen hallgattuk meg a múlt héten a TEK főigazgatóját, aki érdemben nem igazán tudott válaszolni, amit meg válaszolt, az meg eléggé, hogy mondjam, aggasztó volt számomra. Azt írja a Népszava, utolsó ma reggeli lapunk, hogy Lázár ott sem volt Rogán Antal esküjén, ebből a következtetéseket volna, hogy mi szerint is változatlanul tart kettejük között a csata. Azt mondom, hogy ez a cica harc, mert tőlem a jobb kifejezés, nem tudok erre. Lázár János és Rogán Antal két cica. Igen, mert azért a kandúrok azok mégiscsak, hogy mondjam, tehát magasabb szinten művelnék ezt. Szóval ez a cica harc, ez végtelen unalmas. Unom. És szerintem nagyon sokan unják ebbe az országnak. Akkor kérdezek az országnak mást. Sokkal
nagyobb problémái vannak, és sokkal fontosabb dolgokat kellene megoldani, mint hogy a kormányzatban ül két, egyébként nyilván a maguk szempontjából tehetséges politikus, nyilván azt gondolják, hogy tehetségesek, és egymással vannak elfoglalva, miközben azzal nem foglalkoznak, amik a valódi problémák Magyarországon. A kivándorlás, a munkahely, egyfelől a kivándorlás, másfelől a munkahely hiánya, a gyermekéhezés, amiről beszéltünk, és az a, hogy mondjam, a gazdaságot nyomasztó végtelen probléma, hogy jön befektetés, de nem annyi jön, és hogy Magyarország kimarad abból a nemzetközi cégek által is fontosnak minősített új ipari forradalomból, ami a digitális korszakba viszi a világot. És Magyarország ebből kimarad, mert szegények az emberek, mert rossz a képzés, és mert nincsenek olyan valódi befektetések, ami elősegíteni azt, hogy egyébként versenyképesek legyünk. Mondtam, hogy kérdezek más, de nem kérdezek most már más, mert az időnk is letelt, meg ez olyan kerek is lett. Nagyon köszönöm szépen, hogy köszönöm eljött hozzám a reggel.